15 év alatt több mint 1000 diákot támogatott mintegy 2 millió euróval a Nyilasmisi Tehetségtámogató Egyesület. A szervezet ösztöndíjasai szociálisan hátrányos helyzetben levő, főként falusi környezetből származó tehetséges gyermekek és fiatalok, akiknek továbbtanulását segíti az Egyesület. Középiskolás diákok és egyetemisták több éven keresztül támogatottjai a Nyilasmisi programnak egy olyan rendszer keretében, amelynek anyagi forrásai civil személyek adományaiból gyűlnek össze. A támogatási rendszer sajátossága, hogy az ösztöndíjasok mentorálásban is részesülnek, személyes kapcsolatba kerülhetnek támogatóikkal, akik így közvetlenül követhetik adományaik felhasználását, illetve az általuk támogatott fiatalok sorsának alakulását. A Nyilasmisi Tehetségtámogató Egyesület tehetségnapok alkalmával mutatja be ösztöndíjasainak egy részét, hogy a nagyközönség is értesülhessen róla, milyen lehetőséget jelent ez a támogatás azon fiatalok számára, akik ennek köszönhetően különböző tantárgyakban és szakmákban jeleskednek, olykor már megvalósításokról is beszélnek. Faluról mindig messze van a magyar középiskola, az anyagi áldozatba kerül a bejárást finanszírozni, a bentlakást finanszírozni, és ezen akartunk segíteni. És most 15 évnyi tevékenység után melyek a tapasztalatok? Hát úgy érzem, hogy valamit elértünk. Tehát most is évente körülbelül 250-300 gyerek kap ösztöndíjat. Hát részint falusi vagy szórványban élő magyar gyerekek. Tehát ez ösztönzi őket, és tehát olyan tehetségeket látunk itt, hogy örül a szívünk, és ez egy nagy öröm, hogyha hozzájárulhattunk ahhoz, hogy ők értelmiségek legyenek, tudósok, tanárok, orvosok, művészek legyenek. A Nyilasmisi programban az elmúlt 15 évben több mint 1000 ösztöndíjasunk volt, tehát ez nem egyéves ösztöndíj, hanem elkezdődik jelen pillanatban, olyanok pályázhatnak, akik a 6. osztály fejezték be, és ez tarthat az egyetemi diploma megszerzéséig. Tehát ez vannak olyanok, akik 10 éven keresztül voltak ösztöndíjasaink, vannak, akik később pályáztak, később léptek be, tehát ez változik. Na most hogy azon kívül, hogy vannak diplomásaink, és nagyon sokan láthatóan, ugye a fő cél az volt akkor, hogy érettségig eljuttassuk az ösztöndíjasokat, és utána alakítottuk ki ezt a barátságprogramot az egyetemi hallgatóknak a támogatására. Most ennek vannak valóban számban kimutatható eredménye, és kiadtunk egy ilyen utánkövetéses felmérést, hogy mi lett az ösztöndíjasainkból, tehát mit lehet tudni róluk. Az, hogy milyen volt az ösztöndíjaknak a volumene, tehát 15 év alatt körülbelül 2 millió euró. Teljesen civil keretben, mindenféle állami vagy egyéb külső segítség nélkül, ez egy óriási dolog véleményem szerint. Tanulmányi eredményekről, iskolán kívüli tevékenységekről, hobbikról és tervekről számoltak be a jelenlevőknek a 6. tehetségnapon bemutatkozó diákok. A Marosvásárhelyen tanuló 12. osztályos Benedek Kristófnak nagyon kalandos iskolás múltja van. Több településen, több iskolában folytatta tanulmányait, érdeklődési területe pedig legalább ilyen változatos. Szereti az irodalmat és a filozófiát, bár eredetileg reál beállítottságú. Szabad idejében fényképezéssel foglalkozik, de már tudja, hogy elméleti fizikus szeretne lenni. Én olyan fél hat-hatkor szoktam kelni naponta, este 6-7-re, van amikor 8-ra érek haza, és a lefekvési időszakom az nekem olyan 11 óra körül van. És ebben benne van minden, kérem szépen. Iskola, tanulás, hobbik, ugye hát a fotóhoz is sok idő kell, hogy képet is készítsek, de aztán az utómunka aztán még többet felvesz. És minden mellett a szórakozási lehetőségek. Nagy rajongója vagyok a filmeknek, a minőségi filmeknek nyilván. Ugyanakkor szeretek olvasni. Érdekes módon verseket olvasni annyira nem, de írogatok. Legalábbis próbálkozok, nem mondom azt, hogy én költő vagyok, de próbálkozok. És hát ez a program ilyen rendkívül dinamikus. Meg van, amikor percről percre változik, úgyhogy alkalmazkodni kell. Ez a támogatás nem arról szól is, nem az a lényege, hogy a számlaszámra mi jön be havonta, hanem hogy mi van mögötte. Az az érzet, hogy valaki gondol rám folyamatosan,
a világ ismeretlen nagy szegletében. Hogy van egy egyesület, aki ezt a szemét megtalálta rám. Ha kérdésem van, akkor fordulhatok hozzájuk, és nem zárt ajtót találok, nem fogják az orromra csukni, hanem segítenek, amiben tudnak. Ez sokkal-sokkal többet jelent. Az egyetemi hallgatóknak szánt barátságprogram ösztöndíjasai is jelen voltak az eseményen. Ennek a támogatásnak a nagy részét nem az ösztöndíj része jelenti, hanem alapvetően a mentorálás, a támogatás. Adott esetben én falun végeztem, és hát nagyon jó érzés volt az, hogy van a világnak valahol a világon egy nagy ember, aki engem támogat és rám gondol. Borokászáson dolgok, én is angolul tanulok, és én sem váltam meg, hogy angolul folytattam a tanulmányaimat, mert egyrészt ez adott lehetőséget arra, hogy idén nyáron nem csak az egyesület ösztöndíjasa, de két hónapig járhatok az ösztöndíjas is lehetem, és így sikerült eltetenem két hónapot Ausztriában. Mert titkos a kort, mely szívemben szól, mint Dávid atya Zsoltáromból, belőle indulj hozzá visszatér. Sok-sok dal úgy felkavad, de mélyen zeng egy ősi hang, ne félj, de elír a hosszú útra. Halleluja, halleluja. Rimai Frida, a Nagyváradi Művészeti Liceum diákja, aki karakteranimátori szakra készül egy budapesti egyetemre. Alkotásaiból, díjazott grafikáiból láthattunk válogatást. Te ott vagy, hol a szeretet győz, hol két egy bizonyosság előz, itt vagy velem, érzem, szüntelen. Az ember azt is látja, hogy itt, különösen itt a mi világunkban ez a fajta civil fellépés vagy összefogás, ennek nincs olyan nagy támogatottsága sajnos. De hát a szerencs ezzel van, amit itt Ékis Katalin professzorasszony képvisel, de én magam is, hogy a világ nagyon sok részéből, hát elsősorban persze a Magyar Tudományos Akadémiáról éppen mindketten ott kerestük a támogatókat, de hát ugye nyugatról is, és nem csak magyarok. Aki megint egy világhírű ember, a Somogyi Péter professzor, az oxfordi agykutató, agydíjas, aki egymaga 70-80 támogatót szervezett be a saját szakmai köréből. Most ezek mind azt jelentik, hogy azok, akik mondjuk a tudományban dolgoznak, vagy saját maguk végigmentek egy ilyen pályán, azok nagyon jól tudják, hogy milyen értéke van a tudásnak, a tanulásnak. És nekünk ezt, a tudásnak a presztízsét is itt erősítenünk kell Erdélybe, a tanulókba, a szülőkbe. Úgy, ahogy mondtam, ma is ijesztően nagy azoknak a száma, akik iskoláskorúak, ott volna a helyük az iskolába, és kimaradnak. Persze ennek nagyon sok külső oka van, a nehézség, amelyek itt az életünkben állandóan jelen vannak. Sajnos ezt kell mondani, hogy a mi magyar elitjeink részben ugyanúgy gondolkodnak, mint általában az elitek itt az országban. Tehát, hogy nincs meg bennük az a fajta érzékenység, fogékonyság, és egyáltalán az, hogy valamit tenni akarok itt a közösség érdekében, tehát, hogy túllépek a saját önzéseim határán, és látom azt, hogy a közösségnek a jövője, amiről állandóan beszélünk, és amiről nagyon szépen tudunk beszélni, annak tulajdonképpen a hátterében ezek a fiatalok vannak. Ugye, például ez, hogy mindenki azzal kezdi a teljesen jogos panaszát, hogy nagyon kevés gyermek születik. És hogy ha most azt nézem, hogy a 2000 iskoláskorú magyar anyanyelvű gyerek közül 20 ezer román iskolába jár, és 20 ezer nem jár egyáltalán iskolába, hát akkor itt a tennivaló. Ez egy olyan program, hogy aki támogató lesz, a személyes kapcsolatba lép a támogatottjával, tehát levelezhet vele, meghívhatja. Tehát ezért is, azt hiszem, hogy ezért is sikerült ilyen sok támogatót toboroznunk az elmúlt években, mert ez mindenkinek öröm, ha látja, hogy hozzájárulhat ahhoz, hogy valakiből ember legyen. Péntek János elnök úr szavaival élve, ez a program azoknak szól, akik tényleg rászorulnak és tényleg akarnak tanulni. A bemutatott eredmények pedig önmagukról beszélnek.
Az Egyesület honlapján további sikertörténetekről, az ösztöndíjasok visszajelzéseiről és a 2013-2014-es tanévben elkészített kimutatásokról is olvashatunk, amely szerint a támogatott ösztöndíjasok több mint harmada ért el 9,50 fölötti általánost, 38%-a pedig 9 és 9,50 közöttit. 18%-uk 8,50 és 9 közötti általánossal zárta a tanévet, és alig 4%-os azoknak az aránya, akiknek csak 8,50 alatti általános sikerült elérniük.